Sziasztok mindannyian! Kb. Egy hónapja egy hajóútra keltem a családommal. Ma erről beszélnék. Tehát kb. Egy hónapja a családommal autóba ültünk, és felmentünk Észak-Olaszországba egy röpke kis 7 órás útra, ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni az utunkat a Rede Mediterranean, azaz a mediterrán tenger királyán, a Costa Diadema hajón. Amiről itt igazából szó van, az egy 14 emeletnyi magas hajó, ami fel volt szerelve minden elképzelhetetlen dolgokkal, mint például uszodákkal, jacuzzikkal, konditeremmel, mozival, lézertek pályával és diszkóval fiataloknak. Ez nem hiányozhatott. Ma elmesélem az élményeimet, azonban próbálom minél jobban összefoglalni az egészet, tehát ha te kíváncsi vagy az egész sztorira és tudsz angolul, akkor nézd meg az angol csatornámra készült 4 epizódból álló vlog sorozatot, amit a hajón csináltam. Link a leírásban mind a 4-hez. Tehát itt egy hetes hajóútról volt szó, ami kikötött Marseille-ben, Barcelonában, Palma de Mallorcán, Civitavecchián, La Speciában és Savonán, ahol fel és le is szálltunk. Általában este 6-tól reggel 8-ig szeltük a vizeket, így napközben pedig nézted a városokat, majd utána visszajöttél és nekiindultál a tengernek. Első nap Marseille-be kötöttünk ki, egy igazi dél-franciaországi kikötő város, szép hely volt, voltak szép részei is mondjuk úgy, de nem nagyon nyert el a tetszésemet, mert nagyon sok helyen büdös volt, piszkos volt a város, és majdnem kiraboltak, amikor a családommal betértünk egy gettóba. Szóval, skacok, miközben kerestük a katedrális, tudjátok, mi elvesztünk a városban, és itt vagyunk a gettóban, vagy valami ilyesmi, és kicsit megrémültem ugyanis. Van egy pár drága cuccit velem, ez például elég sokba kerül, tehát most eléggé parázok, tudod, nem mindig a legokosabb dolog ilyen cuccokkal járkálni egy város ilyen részén. Második nap Barcelonában voltunk, Spanyolországban, és nagyon tetszett a hely, és azt is felfedeztem, hogy tudok spanyolul beszélni. Eddig mindig azt hittem, hogy ugye osztályban is nem nagyon szeretek spanyolul beszélni, és mindig azt hittem, hogy soha francban nem tudnék elbeszélgetni egy spanyol anyanyelvű emberrel, de megtörtént. Ugyanis, ami történt, az az, hogy videóztam éppen egy parkban, és oda jut hozzám egy ember, aki mondta, hogy ha te ezt a YouTube-ra csinálod, akkor nem csinálhatod, de ilyenkor a józan paraszt észre mit csinál az ember? Megdumálja, és én ezt csináltam, tényleg ezt csináltam, de spanyolul, és sikerült. Megdumáltam azt, hogy csinálhassak egy pár videót, azóta megszerettem a spanyolt, spanyolra állítottam a telefonomat, letöltöttem rá egy pár számot, és próbálok minél több YouTube videót nézni spanyolul, mert szerintem ez a legjobb módja annak, hogy tudjál egy nyelvet minél gyorsabban megtanulni. Na jó, igazából azért is feküdtem rá ennyire a spanyolra, mert megláttam, hogy milyenek a spanyol lányok. És ezt leginkább a hajó diszkóján láttam meg, és hát egy szóval annyit tudnék mondani, hogy ez két szó volt, igen, bocsi. Milyen hely ez a Barcelona? Jó. Jó? Miért jó? Mert tiszta, szép. Másnap mentünk Palma de Mallorcára, ahol egy rég nem látott ovis társammal találkoztam, akivel tök jól megmaradt a kapcsolat, és ennek tökre örülök. Beszélj egy kicsit angolul nekem. Szerelmet. Gyerekek, olyan napsütés volt ott, hogy pólóban melegen volt, és a pálmáknak köszönhetően tiszta Kalifornia feelingnek volt az egész szigetnek. Maga a város is gyönyörű volt persze, például a katedrális nagyon fotogén volt, igaz ott is azt mondták, hogy ne nagyon videózzak. Kikötésről annyira nem is mesélnék, mert le se szálltam a hajóról. Tehát legyengültem így az út végére, és egész nap a hajón voltam, ami nem azt jelentette, hogy unatkoztam. Ugyanis a hajón az élet sosem volt unalmas. Tele volt ilyen programokkal, mindig volt valami szervezve. Leginkább ugye este, amikor így a tengeren voltunk, és nagyon más mindent nem lehetett csinálni. Voltak táncbemutatók, lehetett táncórákat venni, valamint mehettél színházba is. És voltak tehetségkutatók, mint például a The Voice of the Sea. Qualche sono New York, New York. Oh, so
van fronte a te. Naponta jártam edzeni a konditerembe, ami nagyon jól fel volt szerelve, ahogy itt most éppen látjátok. Színházba is minden este elmentem, ahol voltak ilyen musicalek, táncbemutatók, opera izék, valamik. De az a lényeg, hogy minden gyerekeknek volt szervezve, tehát hogy én is élveztem. Igen, ez azt jelenti, hogy még gyerek vagyok. Girls say to hallelujah. Girls say to hallelujah. Girls say to hallelujah. Iskolba is mentem, azonban nem annyira a táncolás miatt, hanem inkább ott videókat csináltam, valamint néztem a többieket azért, mert táncolnak. Most mondanátok azt, hogy forever alone vagyok, de egy valami a mentségemre van, az az, hogy rohadtul ment a klikkesedés. A klikkesedés az ugye az, amikor csoportokba állnak az emberek, és te nem tudsz beférkőzni közéjük. Tehát ez volt tényleg, ez volt az egész, és akkor te csak ott álltál, és akkor... Hello, szevasz! Az én nevem Ábel, látom, spanyolok vagytok, ja, hú, de jó csaj vagy. Azért elég hosszú lett ez az összefoglaló, nem akartam ilyen hosszúra csinálni, de hogyha még többet tényleg meg akarsz tudni, akkor nézd meg a leírásba talált videólinkeket. Ott mindent helyről láthatsz. Tehát, hogy én most így a szobámból mesélek róla, de ott minden a hajóról megy. Hogyha tetszett ez a videó, akkor tudjátok mi a dolgotok, iratkozzatok fel, kommenteljétek szépeket, és lájkoljátok be a videót. Valamint, hogyha akartok még egy pár ilyen storytellinget, tehát ilyen mesélős videókat látni, akkor ezt is írjátok meg a kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztetek, I have no idea Hungary voltam. I have no idea Hungary, most pedig kijelentkezik. Wow! Meg akarod tudni, hogy hogyan álmodtam Justin Bieberrel? Kattints a felső videóra. Ha pedig kíváncsi vagy arra, hogy milyen élni egy ekkora hajón, akkor kattints az alsó videóra, azonban az a videó angolul fog fogadni téged.